Blikkpunkt címmel nyílt kiállítás a Várdombi Általános Iskola aulájában. A tárlatot egyébként a háromnapos Mártonnapi programsorozat keretein belül nyitották meg. A közönség mintegy 50 kép révén tekinthet be a hazai németség életébe, minden napjaiba, avagy éppen ünnepi eseményeibe, hagyományaiba, kulturális rendezvényeibe. A vándor kiállításon szereplő alkotások ékes bizonyítékai a német nemzetiségi kultúra sokszínűségének. Nekem most ez azért fontos, mert tulajdonképpen a szülőfalomban és a volt iskolámban történik ez a kiállítás, és így is kötődök a faluhoz is, meg magához a fotókiállításhoz is, hiszen figyelemmel kísérem, és egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert hogy ugye a fiatal generációnak meg kell ismerni a múltját, akár régi képeken keresztül, akár a jelenlegi fotókon keresztül, amiben ugye azt tudjuk érzékeltetni, hogy hogyan őrizték meg ezeket a hagyományokat, és melyek azok a hagyományok, amelyeket még ma is őriznek. És ez a mai fiatalság és az ifjú generáció számára is nagyon fontos, hogy ezt tovább vigyük, és ezeken a fotókon belül pedig valami motivációt kapjanak. És mint pedagógus, én pedagógusként is nagyon jónak tartom, hiszen a honismeret keretében is kaphatnak ismeretet a fotókon keresztül a gyerekek, és nem beszélve arról, hogy a német népismeretben is nagyon jól felhasználhatók ezek a képek, akár motivációként is. A Centrum fotópályázata egyébként 2008-ban indult útjára, az elmúlt 12 évben nagyjából 4000 az ország német lakta településeiről beérkezett fotográfia került a központ birtokába. Az elnök elmondta, hogy a képek között Várdombi díjazott is van, a kiállítást pedig november 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők. A Várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzat negyed évszázada alakult Holc János kezdeményezésére. Az a gond, hogy Várdombon már az idősebb korosztály kiöregedett, aki valójában ehhez a német nemzetiséghez tartozott, és ezért mi, a korosztályunk és a fiatalabbak próbáljuk ezt a hagyományt fenntartani és továbbvinni. Die eine ist Geimon, die andere eine Sonne, und diese Gorkersker, da hab ich gar so gern. De unsere Kerne, si leukerniau ferne. Ma jelenleg három fő tartozik a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Együttműködési megállapodásunk van a nagy önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel, az általános iskolával, az óvodával és a Római Katolikus Egyházzal. Támogatjuk az általános iskolában a legjobb 8. osztályos tanulót az év végén. Anyagi támogatást nyújtunk azoknak a közép- és felsőfokú intézményben tanulóknak, akik a német nemzetiség terén tanulnak tovább. Több programot is szervezünk évközben. Hát sajnos az idén nem sok mindent tudtunk, meg a korábbi években. Inkább a legnagyobb ünnepünk ez a Mártonnap, de tavasszal, januárban a kitelepítettek emléknapját tartjuk meg. Kirándulásokat szervezünk Baranyában és Tolna megyében azokban a falvakban, ahol szintén német nemzetiségi önkormányzat van. És ápoljuk a hagyományokat.